Abban bízom, hogy egy nagyon-nagyon kellemes perceknek fogunk elébe nézni a kedves nézőkkel együtt, hiszen van módom és alkalmam egy igazi lovaggal beszélgetni. Köszöntöm, és kérem, hogy avasson be bennünket, nézőket ebbe a nagy titokba. Jedlik Ányos lovagrend tagjának lenni mit is jelent? Hát felemelő dolog, ezt ki kell érdemelni, és sok munka van mögötte. Tulajdonképpen ez a lovagrendi dolog úgy alakult ki, hogy Szolnokon Varga Lajos családjával és az ottani görögkatolikus Gyuri atyával elgondolkodtak egy lovagrend létrehozásán, és decemberben ennek az alakulőlése meg is volt 2004-ben, majd pedig folyamatosan fölvéve a Pannonhalmi apátsággal a kapcsolatot, Jedlik Ányos nevével, az ottani főapát úrral sikerült megállapodni. A főapát úr kijelölte Mayer Farkas atyát kapcsolattartónak, ő egy nyugdíjas fizikatanár, Jedlik Ányos élettörténetét és kutatásait tulajdonképpen Jedlik Ányoson keresztül a különböző fizikai, valamint a szikvizel kapcsolatos kutatásokat ő csinálta, alkotta, sok könyvet írt ezekre a dolgokról. Ő abban az időben, 1700-as évek, 1800-as évek körül ő Angliába, Svédországba, Svájcba voltak kísérletek, amivel tulajdonképpen savasvizet, szódát tudtak előállítani, amelynek az iparosítása a 1800-as évek elejére esett. Jedlik Ányos 1800-ban született, és fiatal tanárként érdekelte ez a dolog, és mivel minden ilyen kísérlet titkos volt, nem adták ki az adatokat, teljesen előről kellett neki kezdeni, és nekünk egy kicsit vadul hangzik, hogy kénsavval, krétaporral, esetleg fahamúval széndioxidot állít elő, majd ezt vízzel elegyíti, és így hozza meg tulajdonképpen a szódavizet, így állítja elő. Benke Laci bácsival beszélgetek, megbeszéltük, hogy nyugodtan használhatom ezt a kifejezést, hiszen az ország Laci bácsiáról van szó. Azért néhány szót ejtsünk arról, akiknek a képviseletében is itt van ön, a Fehér Asztal lovagrendről. Ez valóban így van, hiszen a lovagrend egy olyan nemes feladatot vállalt fel, hogy a hagyományok megőrzése, a gasztronómia. A gasztronómia ez egy kultúra, egy nép-nemzet kultúrája, mely tükrözi a múltját, a jelenét, de meghatározza a jövőjét is. Gasztronómia nélkül nincs nemzet, nincs ország. Ezt ápolni, gondozni kell, tiszta szívvel, szeretettel, és a gyerekeinket megtanítani a gasztronómia kincseivel. Hiszen sajnos most ebben a rohanó világban nem azt mondom, hogy a gyorséttermek repertoárját ne kóstoljuk meg, de igenis a gyerekeinknek ismerni kell a leveseinket, főzelékeinket, nagyik dédik által készített remek ételeiket, és akkor ez egy kultúrát tükröz, és át tudtuk adni nekik. Nagyon fontos dolog, én ezt vallom. A lovagrend pedig apraja, nagyja, kicsik és nagyok. A szakmának olyan szegmenseiből vannak, akik a világon már bebizonyított tényeket mutatnak. Sajnos, ez nálunk nem egy elismert dolog, de a világ jobban ismeri ezeket az embereket, mint kis hazánkban. De reméljük, hogy lesz majd még szebb is, jobb is, és nemesebb randevúink és találkozásaink az emberekkel, a lovagrenddel kapcsolatosan. Egy hírformájában értesültem a Fehér Asztal könyvről, aztán nem tagadom, arra gondoltam, hogy talán ma én megnézhetem ezt a könyvet, érkezik majd Laci bácsi hón alatt a könyvvel, de utána néztem, és akkor már rájöttem, hogy ez képtelenség, mert? Hát igen, mert az eredeti könyv, amit a magyar népnek, a gasztronómiának, önöknek, minnyájuknak ajándékoztunk, az egy kis valóban hón alá való könyvecske, 99,5 kiló, 1 méter x 70 centi becsukva, közel 800 oldal, és ez egy olyan erekje, ha azt lehet mondani, erekje a szakmának, mestereinknek, nemzetnek, étkezési kultúránknak, hagyományainknak, attól, hogy ez a nép él, létezik, ehhez két
nagyon fontos teendőt, tényezőt adott meg a teremtő. Az egyik a fajfenntartás paramétereit, ugye itt a szerelem, itt a tavasz, már meg is oldódott ez a kérdés. A másik a létfenntartás, amit a gyomor, korgó, gyomor, a belügyminiszterünk határoz meg. Ez a kettő nélkül nincs nemzet, nincs emberiség. Ez egy fontos, ápolandó, végzendő tényeket, feladatokat kell végezni vele, és a Fehér Asztal Lovagrend könyvében, a Magyarok Asztalában az étkezési kultúra A-tól Z-ig, ha úgy tetszik, nem teljes, mert nagy kipű lennék, ha azt mondanák teljes, de nagyon sok szegmense fel van tüntetve, le van vezetve. A könyvnek egyébként mondjuk egy változat a könyvesbolti forgalomban mit gondol? Valamikor kapható? Vagy ez kifejezetten ebből ez az egy könyv van? A nagy könyvből soha nem lesz több. Ez az egy van a világon, ami a parlamentben található meg. Nagy-nagy ereke gyanát van őrizve. Üveg vitrin alatt van, és hozzá természetesen, ha ünnepi körülmények vannak, akkor Rákóczi fejedelem mise tartó könyv állvány változásán, és egy Richelieu-re van ráhelyezve. Kicsinyített válfajai vannak a könyvnek, amit csak rajtam keresztül, vagy a másik társszerzőmön keresztül tudunk adni. Két változata van, egy kőkemény bőrborításban nyomott felülettel, és egy papír, hogy a fiataloknak is meg tudják venni, mert ez nem egy két filléres játék, tehát rajtunk keresztül meg lehet szándékosan, nincs könyvesboltban és egyébként, mert ugye ott még rátesznek ezt is, azt is, amazt is, és akkor már határtalan, elérhetetlen az ára csak a gyűjtőknek. Számozott példány, összesen 3000 példány jelenik meg, tehát nem több, de el kell mondanom, hogy olyan illusztris személyek kaptak ebből a könyvből, mint Európában lévő királyok, államfők, olyanok, akik a szakmának meghatározó személyiségei voltak, a szerzők természetesen, és még ezen felül még van körülbelül 1000 darab, ami még értékesítésre fog kerülni. Ez egy érdekes dolog, hogy ha az ember meghallja egy lovagrend, akkor először, nekem is egyéb iránt, az a szép ruha jut eszembe, és csak másodszor kezd el az agyam mondjuk afelé járni, hogy mit is tesznek egészen konkrétan. Említette, hogy karitatív tevékenység, tehát megsegítené a másikat, és még valami, vannak rendszeres összejöveteleik például? Igen, vannak rendszeres összejöveteleink, de még megemlítenék még egy szintén erdélyi dolgot, Nyikomalomfalván. Ha jól emlékszem, 3 éve volt egy nagy özönvíz, hihetetlennek hangzik. Ott is a fákat eléggé letarolták a hegyekbe, és egy nagy zápor után annyi víz összegyűlt, hogy látták az emberek, hogy 2-3 méter magas vízoszlop megy a falvak felé. És oda telefonáltak, nem vitték el. És 1-2 percen belül ott volt a vég, elöntötte az alsó részeket, és 7-8 falut öntött még el azon kívül, nagyon sok állat elpusztult, pár ember meghalt sajnos, és ennek a segítsége szintén úgy történt nálunk, hogy Szolnok város adományát a mi lovagrendünk vitte le. Ezek nagyon-nagyon kellemes emlékek, holott tudjuk, hogy ugye az apropója az nagyon-nagyon szomorú, de hát kevés jobb dolog van annál, mint amikor az ember látja, hogy most értelme volt annak, amit én csináltam. Nos, tehát a lovagrendet így képzeljük el, de és ön nyilván dolgozik közöttük, láttam a szép kis ceremóniáról készült fotósorozatot is, ehhez természetesen most ezúton is gratulálok, és kik az ön közvetlen segítői munkatársai? Hát szintén szódások, az ország minden tájáról vagyunk, akkor Pannonhalmán 80 lettünk lovaggá ütve, van 2 tiszteletbe lovagunk, és azóta még csatlakoztak hozzánk páran, úgyhogy tartjuk a telefonos kapcsolatot egymással, interneten tartjuk a kapcsolatot szinten, napi szinten, vagy némi kis túlzás, de heti szinten mindenképpen. Minden gondunkat, problémánkat meg tudunk beszélni, tudunk egymásnak segíteni, és ez egy nagyon jó dolog, hogy az ember nem egyedül van, tud támaszkodni valakire, csak el bármikor tudok segítséget kérni.
a Szikvíz lovagrend nagymesterével beszélgetek, és nagy örömömre szolgál, hogy beszélgethetek. Megragadom az alkalmat, és megkérdezem, milyen a jó szikvíz? A jó szikvíz az kellően csípős, nagyon kellemesen hideg, és hát nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű széndioxid legyen belőle, és hát mint általában az élelmiszereknél nagyon fontos, hogy jó alapanyagból készüljen. Ki az, aki ezt el tudja dönteni, hogy mi az, hogy jó alapanyag, és mi az, hogy milyen folyamaton menjen keresztül, hogy jó, a végtermék is jó legyen? Egészen konkrétan vannak-e szabályok és előírások erre vonatkozóan? Nagyon nehéz helyzet vagyok erre a kérdésre válaszolni, ugyanis az Európai Uniós csatlakozásig voltak komoly szabványok, amik visszamenőleg a 60-as évektől, szinte azt hiszem, hogy 2004 évig hatályban lévő szabványok lettek, miután aztán az Európai Unióba csatlakozott Magyarország is, akkor ezek a szabványok ugye elvesztették hatályukat, és innentől kezdődően ugye az Európai Unió szabályai vonatkoznának a szikvízre, amik ugyanis nincsenek ilyen szabályok és szabványok, hiszen az Európai Unióban a szikvíz csak Magyarországon ismert, mondhatom így. De akkor az a helyzet, hogy mi vásárlók döntjük el, hogy melyik az a jó, tehát az ízlésünkre hagyatkozhatunk, vagy azért kapunk valamiféle mutatót, vagy segítőanyagot erre vonatkozóan? Azért mindenképpen vannak szabályai mindettől függetlenül, ami az első legfontosabb szabály, hogy szikvizet ivóvíz minőségi vízből készítünk. Na most az ivóvíz minőségi víz az ugye mindenütt a település szolgáltatója által biztosított víz, ugye az ivóvíz minőségi víz, és hát ez természetesen minden iparos az igényeihez igazítva a minőség javítása érdekében kellő módon házi, idézőjelvetett házi, tehát a saját módszerével, azaz különböző jó minőségű szűrőberendezésekkel tisztítja, előkészíti, klórtalanítja, és azután kerül abba a berendezésbe, ahol ugye szikvizet készítünk belőle. A hozzáadott anyag ugye alapvetően a szikvíz, ez csak a széndioxid van. A széndioxid az le van szabályozva, széndioxid élelmiszer minőségi úgynevezett 6-9-es tisztaságú széndioxid. Magyarországon ezzel nincs probléma, hiszen Magyarország azt gondolom az ismereteim szerint, hogy a világon a legtöbb természetes széndioxiddal rendelkezik, míg Európa vagy a világ számos országában mesterségesen szénből állítják el a széndioxidot, vagy bármiféle szerves anyag égetéséből, és utána ezeket ugye tisztítják ezt a gázt. Magyarországon, Répcelak környékén a földből természetes módon jön a széndioxid, ahol picit megszűrik, és úgynevezett 6-9 tisztaságú széndioxidot használunk hozzá, és egyébként már más nem is rakunk hozzá, hiszen nem engedik meg az általunk előírt elvárások, és hát gyakorlatilag a kiszerelési módja az már megint mindenkinek a saját maga elképzelése szerint, azaz saját maga igénye szerint címkézzé díszíti, de ettől függetlenül ugye tartalmaznia kell az élelmiszer törvény szerint különböző pontossággal meghatározott információkat kell tartalmazni a szikvíznek. Most azért felmerül bennünk, hogy vajon, amikor ön diákként hallott szintén Jedlik Ágnosról, akkor ugye elképzelte, hogy valamikor egyszer én is majd hasonlóképpen a vízzel fogok foglalkozni, megpróbálok ebből a lehető legtöbbet jótékony irányban kihozni. Hát én véletlenül sem gondoltam erre, hogy én szódával fogok foglalkozni. Én állattenyésztőnek szerettem volna készülni, mindig is azt tartottam érdekesnek, de hát így hozta a sors. Mert hogy volt talán valamilyen családindítatás? Hát édesanyám ezt az üzemet eltortás fejében átvette, és utána nekünk kellett őtől átvenni, amikor már nem bírta az üzemet csinálni. És szépen fejlesztettük, és mindig az újító dolgokat próbáltuk alkalmazni, így a megyébe az első három között vezettük be az első műanyagszódás palasznak a forgalmazását a kereskedelmi egységekbe, boltokban, ami igazán nagy siker volt. Tényleg rám a meglepetés erejével hatott, hogy ilyen lovagrend van. Megfogalmaznak célokat, gondolom én. Megosztaná ezt velünk?
Hát igen, a lovagrend az valamikor is azért alakult, mert valami jótékonyságot, segítséget biztosított a környező embereknek, és nálunk is tulajdonképpen a szakmán kívül ugye az az elképzelés meg az alapszabályban benne van, hogy segíteni kell, ahol csak lehet. Volt egy pár olyan akciónk már, amit tényleg el lehet mondani, és meleg szívvel gondolunk vissza. Erdélybe telepítettünk egy üzemet, a szikvízlovagrend üzemét Korondon. Oda minden évben visszajárunk, és szépen fejlődik. Most már más gépekkel, ezért pont az én gépem került oda hozzájuk, úgyhogy örültem neki mindig. Szépen fejlődik, most öröm mindig arra felé járni. A lovagrendünk egy olyan maroknyi kis csoport, hiszen el kell mondjam, hogy nem túl nagy létszámú csapatról van szó, hiszen 13-an vagyunk ennek a lovagrendnek a tagjai, és a szakmai elhivatottság és szakmai elkötelezettségen kívül számunkra a legfontosabb a karitatív tevékenység, valamint a kulturált szikvízfogyasztásnak a propagálása, bemutatása, és hát a nevünk is ugye tükrözi azt, hogy Jedlik Ányos lovagrend, hogy nagy tisztelői vagyunk Jedlik Ányos úrnak, aki ugye közismert, hogy 1800-1895-ig élt pannonhalmi szerzetes paptanár, akinek a nevéhez közel 100 találmány fűződik, és hát ugye mi igyekszünk az ő tudományát, az ő életét mit tenni, hogy ne felejtsük el, hogy volt ilyen ember, ilyen természettudós, és nagy tisztelői vagyunk neki. A mai programban azt láttam, hogy önök a Fehér Asztal lovagrenddel együtt nagyon-nagyon jól érezték magukat. Ilyen kellemes kapcsolatot ápolnak mondjuk más lovagrendekkel is? Ez azért nem annyira jellemző. Azt mondhatom, hogy a Pálinka rendel, lovagrenddel kiváló kapcsolatunk van, Némely borlovagrenddel, hiszen ők nagyon sokan vannak, ők vannak legtöbben az országban a borlovagrendek. Velük is kiváló kapcsolatot ápolunk, mindazok ellenére, hogy ugye tűz és víz, mert ugye ő azt mondja, hogy hát a borba szódát tenni, hát az nem lehet, mi meg azt mondjuk, hát azt a bort azért föl kell javítani valamivel, kell bele egy kis szódavíz mindenképpen. Én azt hiszem, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, hát elsősorban talán azért, mert mi az első magyar fehér azt a lovagrendbe választottak lettünk. A Benke László nagymester úr azt nyilatkozta és azt kérte, hogy az ő megítélése szerint a magyar gasztronómiának szerves része a szikvíz, a szódavíz. És mi ezt örömmel konstatáltuk, hogy szükség van ránk ebben a rendben, és hát igyekszünk is a legjobb tudásunk szerint megfelelni az ő elvárásainak, és hát nagyon szerves részévé is váltunk ennek az első magyar fehér asztal lovagrendnek, és hát nagyon büszkék vagyunk rá. Meg kell jegyeznem, hogy nem teljes létszámmal képviseljük tagságot ebben, hiszen nem mindenki felel meg annak a kritériumnak, ami az első magyar fehér asztal lovagrend szabályai és előírásai szerint meg kell, hogy feleljünk. Hát például a kokáért szakmai gyakorlat, szakmai elismerések, hiszen ezek nagyon súlyos és nagyon szigorú követelményeknek meg kell felelni. Kíváncsi lennék az ön véleményére. Mostanság nagy reneszánsza van a különböző főzőműsoroknak, különböző csatornákon. Én, és most tényleg rajtam sincs az a bizonyos aranypedál, de a Benke Laci bácsi féle főzőműsorokat nagy-nagy szeretettel néztem, mert azokból tanultam is. Ön hogyan látja ezek jelentőségét? Örülök, hogy vannak ilyen főzőműsorok, mert mondhatnám azt is, hogy én vagyok a legöregebb vadorzó, aki ebben a műsor stílusban, kategóriában van, mert én a múlt héten kezdtem, még szegény Molnár Margittal, a Főzőcske de okosan, majd drága Kertész Zsuzsival, a házi barát, majd főzünk magabiztosan, Laci bácsi konyhája, és így hát több mint 4000 adásom volt, és szeretem csinálni. Én szeretem azokat a csimborasszókat elmondani, amiből tanulni lehet. Szeretem azt, hogyha az ember megtalálja benne a
szépséget, az élményt, az élvezetet, hogy ne az, hogy na nem sikerült és kezembe se veszem. Szeretem azt, hogyha az ember jókedéllyel, vidáman tudja a családnak az asztalára tenni az ételeket. Sajnos vannak elkapkodott, nem kellő elánnal elkészített ételek, és azt óvaintek mindenkit, és mondom is, hogy a magyar ember nem biztos, hogy a távol-keleti, nem biztos, hogy a francia ételtípusokat van ráállva, de a franciák sem a magyar ételekre. Én azt mondom, a francia fogyasszon otthon, franciát, a magyar fogyasszon itthon magyar, mert nem azért megyünk Párizsba, hogy pörköltet tegyünk meg rakott krumplit, hanem ismerjük meg annak a népnek a kultúráját. Örülök, hogy vannak, örülök, hogy készítenek, egy kicsit átgondoltabban kellene véleményem szerint, de így legalább összetudják hasonlítani, és oda megy, ami neki tetszik. Mindig vannak új dizájnok, mindig vannak új gondolatok, tegye mindenki azt, amit jónak lát. Örülök a kollégáknak, hogy csinálják ezeket. Olvasókör elnökével beszélgetek, bevallom, ez most nagyon nagy pillanat az én életemben. Mit jelent az, hogy olvasókör? Mivel foglalkoznak, és milyen céljaik, feladataik vannak? Igen, úgy, mint olvasókör, úgy alakultunk meg, itt az Ászlón olvasható évszám alapján, még a múlt század előtti században, tehát 1800-as években, évek végén, akkor úgy alakultak meg, mint olvasókör valójában, mert akkor sok ember ugye nem tudott olvasni, és itt úgy működtek a dolgok, hogy idejöttek, volt egy könyvtár, és akkor aki egy jól olvasó ember, az felolvasott újságokat, könyveket, egyéb dolgokat. Tehát így alakult a nevük, hogy olvasókör. A mai világban, amikor újra alakultunk 1991-ben, hát igazából már nem könyvtárral rendelkező olvasókör vagyunk, mert olvasni már mindenki otthon olvas, meg a különböző médiákon keresztül. Tehát az olvasás amúgy is egy kicsit a háttérbe szorult szerintem országos vagy világviszonylatban is. Tehát mi most azzal foglalkozunk, hogy próbáljuk ápolni azokat a régi hagyományokat, amelyekbe mi éltünk, tehát illetve a szüleink. Még jó magam is úgy gyerekkoromban. Ezeket próbáljuk eleveníteni. Itt értem az alatt, hogy mind vannak ezek a farsangi mulatságok, tehát ilyenkor, hogy milyen rendezvények vannak, akkor karácsonyi ünnepséget tartunk, és műveltségi vetélkedőt, szüreti felvonulást, aratónapot, tehát rendesen kimegyünk, beöltözünk, itt a kis teremben látható fényképeken meg tudják nézni, hogy az akkori népviseletbe beöltözve, és próbáljuk végezni azokat a munkákat, ami most már hobbi szinten megy, de valamikor az hát a mindennapok megélhetése volt. Ezt úgy képzeljem el, hogy van az olvasókörnek stabilan X tagja, mennyi is körülbelül? Igen. A jelen pillanatban azt hiszem 140 fővel rendelkezünk fizetett tagsággal. Vannak pluszba, mínuszba, van, aki lemarad, jönnek hozzá újak, de hát azt vesszük alapul, hogy egy 5-6 évvel ezelőtt körülbelül 100 fővel rendelkeztünk, tehát ez azt mutatja, hogy minden évben gyarapodunk. Bárki csatlakozhat az olvasókörhöz? Igen, az alapszabályunk az úgy szól, mivel rendelkezünk alapszabállyal is, hogy mohácsi lakos legyen. Aztán a tavalyi évben módosítottunk ezen az alapszabályon, mert nagyon sok szimpatizánsunk van, aki nem mohácsi, és így nem szerettük volna őket kirekeszteni ebből a lehetőségből, hogy tagjai lehessenek az olvasókörnek. Így most már akár más városokból is, van Pécsről és a környező falvakból is, vannak már tagjaink. Hogyan fogalmazná meg ön, mint vezetőségi tag, az olvasókörnek a jelentőségét itt Mohács városában? Én annyit szeretnék mondani, hogy ez az életünk. Mi nem tudnánk ennélkül élni.
ez nem egy felvett póz, aki ide jár, az itt éli az életét. És aki ide egyszer bekerül, az többet innen nem akar kikerülni. Ez a legnagyobb bajunk, hogy kinőjük a termet, kinőjük a házat, és most azt nézegetjük, hogy 140 fő számlál az olvasókör, hogy lassan már nem tudunk újra leülni, pedig már elég nagy az épületünk. De akkor mi lesz a fiatalokkal, akik biztos vagyok benne, hogy csatlakozni szeretnének önökhöz? Két hete állarcos bálon nem fértünk be a terembe. Amikor bejött az összes állarcos, utána felének ki kellett menni a teremből. Mikor a polgármesterünk ezt megtudta, akkor ajánlatot tett, hogy megpróbál intézkedni, és valahogyan bővíteni ezt az épületet, mert kinőjük lassan. Ugye tudja, hogy ez különösen a mai világban mekkora sikernek számít? Tudom, de nem ezért, nem a sikerért tesszük, itt másért tesszük mi ezt. Fogalmazza meg ezt a mást, most már nagyon kíváncsi vagyok rá. Megmaradni magyarnak bármi áron, ez a cél, és aki hozzánk csatlakozik, az ide szegődik mellénk. Ez nagyon-nagyon kellemes gondolat. A családon belül, amikor beszélgetnek az olvasókör tevékenységéről, biztos vagyok benne, hogy van, aki rákérdez, hogy mi lesz a következő rendszeresen vannak foglalkozások? Talán ezzel kellett volna kezdenem. Hát először is minden pénteken találkozó van, nem mindegyikre jutunk ide, de valaki itt van mindig. De hogyha megkérdezné, hogy mikor leszek szabad legközelebb, akkor egyetlen dátumot, egyetlen hétvégét tudnék mondani ebbe az évbe, mert annyira be van táblázva az egész évünk. És hogyan alakul az életkor? Tehát az, a fiatalok, egészen arra, konkrétan arra vagyok kíváncsi, hogy a fiatalokat sikerül-e megnyerni az ügynek? Igen. Hát tag, az csak a nagykorú lehet. Tehát aki a 18. életévét betöltötte. De itt az olvasókör rendezvényein, értem ez alatt, karácsonyi ünnepség, az anyák napja, ahol versmondások vannak, vagy kisebb szerepeknek az előadása. Itt a 3 éves kortól a végső korhatárig, aki, tehát a 80 éves fölötti egyének is részt vesznek. Tehát nagyon vegyes így a részvétel a rendezvényeinken. De mint említettem, tag, az csak a nagykorú lehet. És néha, vagy talán még gyakrabban is, illusztris vendégeket is fogadnak, a mai napnak is vannak vendégei. Igen, hát ez nekünk egy nagy élmény, mert tavaly már megkíséreltük Benke Laci bácsit és a Szikviz lovagrendet ide csábítani a Magyar Bárra, ami a farsang előtti, tehát mind a mai nap van a farsang, előtte való szombaton van tartva. Ez immáron most tegnap tartottuk a 17. Magyar Bálunkat. Nekem ma nagyon nagy szerencsém volt, hiszen önnel együtt ebédelhettem, és bevallom, hogy a szemem sarkából figyeltem, hogy vajon a leves és az egyéb fogások megízlelése során majd látom-e az ön arcán azt a kifejezést, hogy hát ez nem sikerült valami jól. Nem láttam. Igen, nagyon finom ételek voltak. Nagyon finom oljaleves volt, eper levéllel, és egy csülökpörkölt, ilyen lájtos, koleszterinmentes, diétás csülökpörkölt volt, kapros-túros tépedettel, nagyon finom volt. Na most, bocsánatot kérek. Én is olyan szakács vagyok, vagy ha úgy tetszik, én csak magamról azt szoktam mondani, hogy lisztpazarló, rántáskeverő, és nem pedig celeb, mert azok olyanok, mint az üstökösök, hogy feltűnnek és letűnnek, de én most már lassan 50 éve, vagy több is ebben a szakmában vagyok. Hál' Istennek olyan körülmények között támogatott a sors, hogy a világot beutaztam ezzel, hogy olyan illusztris személyeknek, hogy királyoknak, császároknak főztem, és nekem mindig az a legfontosabb személy, aki megtisztel és leül az asztalomhoz. Hiszen akkor úgy érzem, hogy most ő a király, ő a császár. Szeretem az embereknek a vidámságát, jókedélyűségét, és az, ha nem ízlik valami, mi a megoldás? Tegyünk rajta valamit, hogy segítsünk, hanem én másképp szeretem. Az étkezésével az ember önméltóságának adja meg a tiszteletet, és ez olyan, mint a szerelem, meglátni és beleszeretni. Az ételnél is meglátni, hű, most ez a legfinomabb. Nem? Istenem, hát ilyen is van. Mert más az embernek az íz világa,
délelőtt, délután, este vagy másnap reggel, egy védőital után vagy kettő után, tehát ezek fontosak. És akkor alázzam meg azt, aki történetesen a legjobbat, szívét, lelkét kitette. Igen, nagyon finom volt, jó volt. Ha tudom, változtatok, ha nem, akkor köszönöm, most vagyok, urám vagyok. De én úgy érzem, hogy a tányérról, a tárról a mintát elfogyasztottam, és egy jó hangulatú, finom ételekkel rukkoltak elő. Köszönöm szépen, további jó egészséget kívánok! Köszönöm, köszönöm, ha megtisztelik a műsoromat, ha nézik, és kellemes, sok jó gasztronómiai csatát, családi ebédet, vacsorát, és ünnepet kívánok kedves minden tévénézőnek! És mi lesz a legközelebbi program? Mert ugye az ember már mindig előre gondolkodik. Ma a buszójárás van egyéb iránt itt Mohácson, és ezen esetleg részt vesznek-e? Az olvasókör, mint szervezet formában nem veszünk részt rajta, hanem mindenki személy szerint. Magánemberként biztos, hogy ott lesznek, és mint olvasókör? Az olvasókör az itt a buszójárásban nem szokott részt venni. Hát a tagjai, mint az imént látható busú is, aki bejött, ő is az olvasókör tagja, de számos több tag is be fog így öltözni. Ennek a szervezése az inkább a sokasságra tartozó. De hát mi ugyanúgy, mint szereplő részt veszünk benne, de nem vállalunk benne rendezői vagy különösebb szerepet. És önök viszont már szervezik szerintem a következő programot, ami várhatóan mikor és mi lesz? Igen, most holnap után ugye lesz a farsang temetés, ez kedden van. Akkor össze szoktunk jönni itt az olvasókörbe, és megtartjuk azt a régi, szintén a hagyományt, hogy ez a húshagyó kedd. De hát akkor itt még eszünk egy kis maradékot a disznóvágásból, meg innen-onnan, és egy kis mulatozással töltjük el az estét. És azután következik a március 15-e, évről évre most már március 15-én tartjuk az évi rendes közgyűlésünket. Itt egy beszámolót tartok, hogy mivel is foglalkoztunk az elmúlt évben, és hát előre vetítem a következő programokat, amelyek úgy alakulnak, hogy van műveltségi vetélkedő, akkor itt a városunkban nagyon nagy szokása van a nepomuki ünnepségnek, ami májusban van. Az a vizenjáróknak a védőszentje. És itt az olvasókör, ezzel a zászlóval, ami itt van a hátam mögött, ezzel fölvonulunk, népviseletbe öltözünk, és végigvonulunk a városon a többi civil szervezetekkel együtt. Bizonyára nagyon látványos és érdekes és hasznos is. Megütötte a fülem a műveltségi vetélkedő. Konkrétan milyen műveltségről van itt szó? Igen, itt van egy nagyon jó kis segítőnk, egy Szödényi Pista István nevű egyén, aki szintén szerintem már 15 éve tartja ezeket a vetélkedőket. Ez egy teljesen széles körű, tehát műveltségi, igen. Úgy, mint a tévében is néha lehet látni, ami már egy kicsit úgy színvonalasabb, persze nem ilyen holmi dolgokról van szó. Csapat vagy egyéni? Itt csapatok alakulnak, itt 6-8 csapat alakulni, és akkor azok meg vannak számozva, és ő fölteszi a kérdéseket, aztán aki tud, az válaszol rá. És akkor a zsűri azt pontozza. Látom, hogy tele van ambícióval, kedvel, és azt kívánom, hogy ezeket az egyelőre nem annyira álom, hanem reális álmokat tudja megvalósítani. Biztos vannak segítői, még azért róluk essen egy-két szó. Igen, az olvasókörnek a vezetősége az úgy alakul, hogy van a 10 fős vezetőség, és én mind az elnökük vagyok, tehát hogyha valami szavazás van, ha netán döntetlen vagy valami, akkor nekem kell dönteni. Tehát itt a vezetőségnek van igazán nagy szerepe. Én, ha úgy vesszük, akkor csak összefogom a dolgokat, és ők csinálják itt az oroszlán részét a munkáknak. Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok minden terv végrehajtásához. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon finom ételek voltak, nagyon jó sikerült. Mindent figyelembe vettek. Ugye leveses a magyar. Szereti a levest, vagy kanalazza, vagy poharazza. Mind a kettő megadatott, tehát nagyon finom, aranysárga leves volt, órja leves volt, eperlevéllel, ugye itt is úgy hívják eperlevél, köröm nem volt benne, úgyhogy eperlevél, maradjunk ennyibe. És utána volt, sajnos ott több problémát véltünk felfedni, egy pörkölt, vagy mond minek nevezzelek címmel,
Tudnélik, Mikszátnak volt egy olyan leírata pörköltről, színe olyan legyen, mint felbőszült bikának vére. Tűzforró, tűzpiros és enyhén csípős. Hát pekünkre ilyen volt. Tehát még a rossz indulat se talált benne, és ilyen tépet, csipedött, vagy tépet, lapos tipedet volt mellé, ez a pörkölt jellegű. Tudnélik, a magyar konyhának ez egy különlegessége. Vannak a többi variáció is, hiszen a magyar konyha háromfajta csipetkét ismer. A tépettet, itt, kicsiben nagyba, a sodrottat, de ezt önök jobban tudják, a kislányok, mert ez olyan, mint a pénzszámolás. Tépjük, sodorjuk, ugye? Hát ez mehet, hát. És a férfiúk ismerik a harmadik variációját, a katonás csipetkét. Zsák, liszt, láda, tojás, södröm, pödröm, te vagy a csipetke. És így van az, hogy az egyik csipetke az fél kilós, a másik negyed kilós, és akkor így csak-csak összejön belőle valami, hát majd lesz velünk valami. No, hát tisztelt séfurak, nagyon nagy, tényleg most minden dicséret, meg az arany pedáról levettem a lábam, látják, nincs is rajta. Nem dicsérni akarom, fenséges finom volt, nagyon jó ízű volt, tűzforró volt, gyönyörű, szép színe volt ennek a téglapornak, és forró volt, kitűnő volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük a csapatom nevébe, mindenki jól van, pulzust megnéztem, lappangás idő, hogy miért is most köszönöm meg, hogy a lappangás időt túlludjunk már, és így biztos, hogy túl fogjuk élni. Köszönöm önöknek, köszönöm, és megtisztelve érzem magam, köszönöm, jól vagyok, meg is ettem a tárról a mintát is, nézzék meg, de pusztán csak azért, mert fogyókúrára vagyok ítélve, és nálam nem a súllyal van a probléma, hanem a magasságommal. Korral kapcsolatosan valamit rossz az akusztikója. Drága tündér fiatalasszony. Majd amikor a hamut is mamunak mondom. És amikor kedilekkem lesz, tetszik tudni, csak így hajtom. Akkor kezdődik a balhé. Köszönöm szépen, további sok sikert, boldogságot, békességet családi életükben, és nagyon szép, csillagos nyugdíjas éveket kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm a séfeknek és mindenkinek.